téreltérítés munkacsoport. Jellemzően köztereken szoktunk megjelenni, ez egy építészhallgatókból, építészekből és momésokból, tehát főleg egyetemistákból, illetve képzőművészekből álló csoport. Rendszerint nem klasszikus kiállítási formákban szoktunk megjelenni, hanem leginkább köztéri projektjeink vannak. Az intézmény és a látogató viszonyára próbáltunk reflektálni ezzel a falmászós projekttel, és a megszokott passzív szemlélődés helyett egy nagyon aktív és teljesen más folyamatokat beindító dolgot próbálunk itt művelni és ösztönözni rá mindenkit. Azzal foglalkoztunk, hogy mitől idegenedtek el ennyire a mindennapi élettől a kiállított terek és általában a kulturális intézmények. Mint például ennek a helynek is a látogatottsága mondjuk drasztikusan csökkent az elmúlt időszakban, és hát hogy ide tulajdonképpen nagyon könnyű bejutni. Úgy tűnt nekünk, hogy ez nem kihívás, vagy nem jelent kihívást a látogatók számára, és azt találtuk ki, hogyha éppen ezt a bejutást éppen hogy megnehezítjük, nem megkönnyítjük, akkor lehet, hogy jobban akarnak bemenni, vagy lehet, hogy éppen több ember fog érdeklődni. Ráadásul a projektnek a másik fontos része, hogy aktivitásra serkenti az ide látogatókat. Tehát, hogy valakinek saját erőből kell, saját erőfeszítéséből, ezért is az a cím, hogy kulturális erőfeszítések. Éppen ezt a bejutást tematizáltuk ezzel a mászófallal. Sikerült megoldani, nem is nehézségek árán, hogy az ENSZ Múzeumnak az egyik ablakán keresztül jusson be valaki. Aki az ablakon keresztül, aki a mászófalon keresztül jut be, tehát aki bemászik az ENSZ mászás projekt keretében, az ingyenesen jön be, tehát nem kell belépőjegyet sem fizetni.